Az első vendéget köszönthetem itt nálunk, dr. Jackó Sándor parókus. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Ugye ezen a héten Ars Sacra Fesztivál körül zajló programokat járunk körül, úgyhogy elsősorban ezért hívtuk Önt. Legyen szíves felemelni a mikrofont, mert itt sokkal egyszerűbb lesz továbbiakban kommunikálni. Nagyon érdekes volt az Önök által ajánlott program. Görög katolikusok a Szőlőhegyen. Mit takar ez? Ez a fesztivál, amiben mi is bekapcsolódtunk, ez Ars Sacra, tehát a szentművészetet jelent, és rengeteg, a szentművészetnek rengeteg aspektusa van. Mi görög katolikusok akár az ikonfestészet, akár az énekkultúrán keresztül úgy gondoljuk, hogy be tudunk kapcsolni, vagy kapcsolódni egy ilyen rendezvény sorozatba. De már több éve valójában a borkultúrát is szeretnénk bemutatni, közelebb hozni az emberekhez. És ennek apropója az, hogy van egy kis kápolnánk, a Konti kápolna, ez ott Kőbányának a szívében, ami valamikor egy szőlőhegy volt, és azt gondoltuk egy pár évvel korábban, hogy itt akár a borkóstolóval egybekötött fesztivált fogunk rendezni, amiben az imádság, a zsolozsma is megjelenik, és ebből a elképzelésből formálódott ki hát ez a mostani program is. Ugye Ars Sacra Fesztiválról van szó, de ez nem szentségtörés ennyire bevinni a borkultúrát a kápolnába? Az igazság az, hogy a borkóstoló az a kápolnán kívül volt, tehát közvetlen a kápolna ajtaja előtt. És az is egy szentségtörés, mert előtte pedig mindig egyházi szertartást végzünk. Jó magam végeztem a vecsernyő szertartását. Most, hogyha összeszámolom, legalább 3-4 pap volt jelen, illetve a hívőknek a sokasságát, én úgy gondolom, hogy szentségtől is biztos, hogy nem követtünk el. Ellenben maga a zsoltár is, amit éneklünk, vagy imádkozunk a 103. zsoltárt ebben a szertartásban, az pontosan úgy fogalmaz, hogy a bor vidámítsa meg az ember szívét, tehát éppen elősegítettük azt a fajta vidámságot, jókedvet, vagy Isten keresést is akár, amiben a bor azért partner tud lenni. Ha jól tudom, akkor Budapesten 7 görög katolikus parókia nagyon van. Hogyan tudnak összedolgozni, vagy ilyen alkalmakkor? Mikor találkoznak még ezen kívül? Nagyobb ünnepekkor? Valójában egy nagyobb szervezeti egységet kell elképzelni. Tehát a hajdúdorogi főegyházmegye, mint olyan, az kiterjed 3 megye kivételével egész Magyarországra. És ennek egy szervezeti egysége a Budapesti Görög Katolikus Helynökség. És ehhez a helynökséghez tartozik ez a 7 parókia. Van egy helynöke, aki irányítja ennek a 7 parókiának a közös gondolkodását, lelkipásztori tervét, illetve parókusi munkáját is. Tehát Budapesten elég élénk, és azt gondolom, hogy jó a parókiák közötti kapcsolat. És hogyha most a megyéket nézzük, mi az a 3, ahol nincs még szervezeti forma, vagy nincsenek is jelen a görög katolikusok? Tehát nincs olyan megy, ahol ne lennénk jelen, hanem ott Magyarországon 3 görög katolikus egyházmegye van, tehát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Nyíregyházi egyházmegye, és Borsod és Heves megyében pedig a Miskolci egyházmegye. Tehát ezt a 3 megyét kell levennünk, és úgy kapjuk meg a hajdúdorogi főegyházmegyének a területét. Tehát ezért mondtam, hogy 3 megye kivételével nem tartozik ehhez az egyházmegye. Tehát 3 megye nem tartozik ehhez a közigazgatási megye, nem tartozik a hajdúdorogi főegyházmegyéhez. És lehet valamifajta statisztikát tudni, hogy az ország melyik részében vannak többen is, mondjuk a görög katolikusok, a római katolikusokhoz képest hány százalékban vannak jelen? Hát statisztikára most annyira nem készültem, de hogyha ha körülbeli arányokat mondhatok, akkor azért az látszik, hogy a 50-es években, tehát 1950-es években elindult Magyarországon egy belső migráció, ami a görög katolikusokat úgy érintette, hogy a keleti megyékből, ahol gyakorlatilag a bázis van a görög katolikus egyháznak, fokozatosan szivárogtak, települtek át Budapestre, illetve a nyugati megyékbe a görög katolikusok. Én úgy gondolom, hogy jelenleg ez a tendencia úgy megállt. Ennek az az egyik következménye, hogy Budapest és környéke az agglomerációban egyre több görög katolikus van, tehát most szám szerint egy ilyen 20 és 40 ezer fő közötti közösségről beszélhetünk. Tehát ez egy jelentős súlypont áthelyezést is jelent egyben. És mi van azokkal, akik mondjuk az ország nyugati felében vannak, és nem nincs olyan infrastruktúra, de van, csak mondjuk messze vannak azoktól, akik intézményes keretek között gyakorolhatják a vallásukat. Ez így volt, hogyan gondolkodnak? Így volt idáig, de
létrehoztunk most külön szervező lelkészségeket. Ezeknek a szervező lelkészségeknek az a feladatuk, hogy pont ezeken, ahol Hixunt Leones, tehát ahol oroszlánok vannak, vagy ismeretlen, ott a görögkatolikus szokásokat, egyházat még jobban megismertessük. És most ilyen egy szorvány, vagy pontosabban szervező lelkészség jött létre Szombathelyen, akkor Székesfehérváron, éppen most Gyálon is, tehát azért igyekszünk a Dunántúlt is megtölteni görögkatolikus jelenléttel. És nem csak templomokat, parókiákat építenek, hanem igyekeznek hozzá egyfajta kis kultúrbázist is létrehozni, iskolákat, óvodákat, igen, ha jól tudom. Ez milyen cipőben jár, vagy mennyire sikerült ezekre a központok köré megépíteni már? Aha. Hát 2 éve vettünk át egy iskolát itt Budapesten, nem is messze az önök épületétől, a Lövei Klára görögkatolikus gimnázium, szakgimnázium, illetve szeptember 1-ével indult el az Örömhírvétel görögkatolikus óvoda, ez ott a II. János Pápa tér környékén kell ezt keresni. Nagyon közel van a Rózsák teréhez, ami a budapesti központunk, úgyhogy azt mondom, hogy gyerekcipőben járunk, de most ebben az évben az én tudomásom szerint legalább 2 óvodát tervezünk, amit jövőre szeretnénk azért fel is építeni. Azért, mert ekkora igény van már, hogy katolikusként neveljük a gyerekeket is? Persze. Rettenetes nagy igény van arra, hogy a gyerekeinket a hitben neveljük, és most az a szerencsés konstelláció is van, hogy erre magyar forrás is rendelkezésre áll, amit előszeretettel adnak egyházak számára is. Uh-huh. Tehát ez egy olyan alkalom, amit úgy gondolom, hogy ki kell, hogy használjon az egyház. Igen, most így, ha arra gondolunk, hogy egy fiatal szülő mit szeretne a gyermekének megadni, akkor lehet így valahogy kategorizálni, hogy igen, nyelvóra, testnevelés, oktatás már mondjuk 3 éves korban, minél kisebb csoport legyen, vagy minél nagyobb csoport legyen, hogy szocializálódjon a gyerek, vagy ezek közé befér a lelki oktatásuk is, vagy inkább görögkatolikus, római katolikus szülők viszik oda a gyerekeket? Aha. Nem vagyok óvodapedagógus, de a sok vitán részt vettem, és tehát nincs egy egységes üdvözítő út ebből a szempontból, hogy a gyerek mikor kezdje el a nyelvoktatást, vagy mikor kezdje el az első nyelvet beszélni. Valójában a tendenciák, vagy a gyakorlat azt mutatja, hogy elsősorban az anyanyelvet kell megismerni a gyereknek, és amikor ebben már jártas, akár a meséken keresztül, a fogalmazáson keresztül, akkor érdemes egy második nyelvet elkezdeni. Természetesen ez nem igaz azokra, akik külföldiek és Magyarországon tartózkodnak, azok számára nyugodtan a saját anyanyelvük legyen az első, és beszéljék azt, és használják. Ugyanakkor a kérdésére válaszolva én azt tudom elmondani, hogy a mi koncepciónk alapján a lelkiség az nem egy ilyen apró szelete az embernek, hanem a lelkiség az átjárja az egész emberi személyiséget, és ezért tartjuk fontosnak, hogy már gyermekkortól a gyerek vallásos közegben nevelődjön. Tehát nem csak egy pótlék akar ez lenni, hanem ez egy természetes eszenciája, légköre a nevelésnek, ez a vallásos légkör. És hogyha tovább megyünk általános vagy középiskolába, és akkor már 2 hét alatt, mióta itt vagyunk, néhány görögkatolikus lelkész is megfordult, és ők is arra mutattak rá, nem tudom, hogy az önök iskolájában, például a Lőveiben így van-e, hogy nem csak görögkatolikusok járnak oda, hanem számtalan felekezetet befogadnak, és mindenki megtalálja magának a saját hitoktatóját, a saját értékét. Igen, tehát valójában a görögkatolikus egyház is egy befogadott vallás abból a szempontból, hogy felekezetként a többi felekezet is legalizálta, és ezt a fajta hálát, nyitottságot nekünk is valamilyen szinten viszonozni élik, vagy viszonozni kell, sőt azt gondolom, ez teljesen természetes. Tehát azokban az intézményekben, ahol görögkatolikus fenntartás van, ott mindig szeretettel köszöntjük azokat a gyerekeket is, akik más vallásúak, más felekezethez tartoznak. Mi inkább azt látjuk, hogy a magyar társadalomban egyre inkább megfordul egy bizonyos fajta tendencia, egyre többen jönnek be, úgyhogy nincsenek megkeresztelve, vagy az Istenről semmit nem hallottak, mert nincs előzetes tudásuk. Tehát Budapest egy nagy missziós terület is most már.
akinek nincs semmi tudása, előképzettsége, vagy ítélete a vallásos iskolák ellen, akkor ő miért megy oda? Vagy a szülők miért vágynak arra, hogy egyháziskolába tegyék? Hát a harmadik, negyedik században volt egy keresztény teológus, aki azt mondta, hogy az emberi lélek természeténél fogva keresztény. És mi is ezt mondjuk, hogy a jó szándékú szülő, vagy egy olyan szülő, akiben ez a természetes emberi képesség jelen van, és én azt feltételezem, hogy ez szinte mindenkiben jelen van, az a gyerekének a lehető legjobbat, legkedvesebbet, vagy a leghatékonyabb nevelést szeretné adni, és hogyha felelősen gondolkodik, akkor végigveszi a lehetőségeit, és ezek után pedig mérlegelni fogja azt, hogy amit az egyház ad, az egyház már 2000 év óta adja, az az Istennek a segítség, az Istennek az ismerete, az Istennek a szeretete, az gyakorlatilag hozzátartozik az emberi mi volthoz, és ezáltal pedig egy olyan közösségbe is tud kerülni a gyerek, ami az egész életére kihatással lesz. Én azt gondolom, hogy döntő többségében ezért választják a mi intézményeinket. És mielőtt rátérnénk a papképzésre, hogyan kell elképzelni, tehát mondjuk görögkatolikus középiskolába jár valaki, úgy pedzegeti, hogy igen, lehet, hogy nekem is erre a pályára kéne mennem, de hogyan lehet őt megerősíteni, vagy biztosabbá tenni a jövőjét illetően, hogy mindenképpen a papképzésben vagy a felsőoktatásban ilyen pályát válasszon? Tehát valójában többféle intézménytípusunk van. Most az intézménytípus nem oktatási szempontból akarom definiálni, hanem sokkal inkább azokon a helyeken, ahol régebb óta vagy dominánsan jelen van a görögkatolikus egyház. Azokban az iskolákban akár 4-5 görögkatolikus pap is jelen van, tehát viszonylag erős a papi jelenlétünk ezekben az iskolákban, és hála Istennek nem alapítunk olyan iskolát, ahol ne lenne görögkatolikus pap jelen az intézmény életében. Mi azt gondoljuk, hogy a hivatás az mindig személytől személyig tart, mindig a Jóisten adja ezt az elhívást, de embereken keresztül munkálkodik, tehát egy jó pap, egy jó lelki vezető munkája bizonyos szempontból mérhető, más szempontból persze nem mérhető, abból a szempontból, hogy abból az iskolából jelenik meg-e papi hivatás, vagy jelennek-e meg katolikus identitású, erős katolikus identitású személyek. Szóval igazából azt szeretném mondani, hogy Budapesten mi egy ilyen missziós feladatot látunk el. Egy nagy siker lesz, hogyha ezekből az intézményekből már csak felmerül az a gondolat is, hogy pap szeretne valaki lenni. De azokon a helyeken, ahol régebb óta jelen vagyunk, ott szinte gyakori, tehát szinte mindennapos ez a jelenség. És a görög katolikus papképzés majdnem párhuzamos a római katolikus papképzéssel, tehát több olyan réteg van, vagy terület, ahol ők tudnak találkozni. Miért van ez így? Hát valójában azért, mert a görög katolikus egyház, mint olyan, a katolikus egyháznak a része. A görögkatolikus az igazából egy ritus, tehát azt jelenti, hogy a bizánci szertartásnak az ismerése, vagy a bizánci, vagy a keleti egyháznak a kultúrája, ez legyen ének, művészet, teológia, dogmatika, bármi ilyesmi, ezt teszi színessé a görögkatolikus egyházat. Ugyanakkor az alapképzés során rengeteg hasonlóság, átfedés, sőt azonosság is van a katolikus szemináriumnak az oktatási struktúrájával. Én azt gondolom, hogy ez egy jó szisztéma, tehát jó magam is itt a Pázmányon is tanultam, és rengeteg római katolikus papbarátom, papismerősöm van. Ugyanazt a teológiát tanultuk szinte. És Dióhéjban lehet ismertetni, hogy mi az, ami nagyon hasonlít, és mi az, ami nagyon-nagyon különbözik a római katolikus és a görög katolikus papképzésben? Valójában az egyik legfontosabb, és ez most nem a teológiai képzés, mert a dogmatika az gyakorlatilag azt mondom, hogy nagyon-nagyon azonos. Tehát itt hangsúly eltolódásokról tudunk beszélni. Egy picit a szemléletmód különbségére szeretnék utalni. Az, hogy a görögkatolikus egyház abban a tudatban van jelen, és a papja is, hogy ők egy olyan közösséghez tartoznak, ami szeretne terjedni, megmutatni az értékeit, tudván az, hogy egy kisebbségben élő közösség. És ezt átjárja a nyitottság, az őszintesség, a barátság, és igazából egyfajta derű és öröm, és mindenkinek tudunk örülni, tehát egy apró sikernek is nagyon tudunk örülni.
Most ezzel szemben, vagy emellett én azt látom, hogy a katolikus egyház magyarországi viszonylatban egy domináns egyház, és ennek az intézménynek a súlya és a karizmája az keveredik egymással. Tehát teljesen más a gondolkodásnak a struktúrája, az alapvető hétköznapi életérzés, és itt jelennek meg a hangsúlyátolódások inkább. És nagyon erős a diakónus képzés is. Tehát mi motiválja az embert, hogy én most görögkatolikus diakónusi pályára megyek, és akkor majd onnan valójában meglátjuk? A diakónusi pálya az a szolgálatnak a pályája. És ehhez nagyon fontos az, hogy valakiben ott legyen ez a karitatív készség, vagy ez a diakónia, tehát szeretett szolgálat, a másikon való direkt, közvetlen vagy közvetett segítség is. Mind a mellett azért elvárt kritérium a diakonusainktól, hogy megfelelő teológiai és énekkultúrával is rendelkezzenek, szóval számukra ez egy nehéz feladat, hogy mindenki a maga talentumaihoz képest egy picit jobban kapcsolódjon be a liturgiában, mint azt korábban gondolta volna. És még egy kérdés eszembe jutott, hogy mi a helyzet a zarándoklatokkal? A görög katolikusok mennek-e vajon zarándoklatra, mert mi csak római katolikusokkal találkozunk főként itt, és nem halljuk, hogy mondjuk önök is indítanak vonatot erre-arra. Valószínű van, csak nem jut el a hír. Hát elárulom, hogy rengeteg zarándoklatunk van. Szóval az egyik nemzeti kegyhely az Mária Pócs, az egy görögkatolikus zarándokközpont, ami Európában egy hálónak is a tagja, a kegyhelyek hálójának a tagja. Itt évente több százezer zarándok fordul meg. Ha mi szervezünk zarándoklatokat, akkor Mária Pócsra és Szentkútra szoktunk rendezni. Most például a görögkatolikus helynökségnek a búcsúja most lesz szombaton Szentkuton, csak mondom, hogy ez bevett szokás már egy pár éve, hogy Szentkut is tart görögkatolikus búcsút, tehát járunk igencsak zarándoklatra. Sőt, korosztályos zarándoklataink is vannak. Nyáron az egyik legnagyobb rendezvényünk, amikor több száz egyetemista, középiskolás zarándokol egy adott településről Mária Pócsra, és ez egy hetes zarándoklat, gyalogos zarándoklatról beszélünk. Naponta 25-40 kilométert gyaloglogolnak, papok vezetésével, a zarándoklatot mindig valamelyik püspökatya vezeti. Úgyhogy vannak, elég erősen vannak a zarándoklataink. Közben eszembe jutott, hogy igen, azért a katolikus televíziónak is jó a kapcsolata a görög katolikus média központtal. Ráadásul a Hitvallás című magazinunk is szombatonként megy, ami szintén görög katolikus műsor, és ott láttam, igen, vagy 100 fiatal összegyűlt, és 3 napon keresztül napi 50 kilométert. Igen, tehát azért mondom, több válfajban van ez jelen, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy remek kezdeményezés. Sőt, amikor a Mária Pócsi kegykép Hajdudorogon volt, mert a bazilikát újították, akkor is ünnepélyes menetben vitték vissza Hajdudorogról Mária Pócsra a kegyképet, és ennek az évfordulóját is mindig megünneplik, és akkor a dorogiak, vagy a dorog körül szerveződő csoportok bekapcsolódnak egy ilyen zarándoklatba. Tehát én azt gondolom, hogy elég sűrűen vannak zarándoklataink. És hogyha valaki megnézi az interneten az ön életrajzát, ez most egy személyesebb kérdés lesz, de hát kápolna igazgató, az iskolának a lelki vezetője, parókus, annyi mindennel foglalkozik a család és a hívek lelki táplálék adása mellett. Tehát hogy van erre ideje mindent felügyelni, és még ugye tartani a kapcsolatot az egyházmegyékkel? Én ezért lettem pap, tehát valójában, és a kérdés, hogyha kicsit pontosíthatom, ezt nem felügyelni kell, ebbe részt kell venni, és hála Istennek nekem nagyon jó munkatársaim vannak. Tehát amire oda tudok figyelni, az, hogy meggyőződéses keresztény embereket válasszunk ki, és ugyanilyen fontos szempont, sőt talán még fontosabb is, hogy a maguk szakterületén profik legyenek. Tehát ez a kettő kell. Tehát nem elég az, hogy vallásos, az fontos kritérium, de a szaktekintély is legyen. És hogyha ha ez a kettősség megvan, akkor én azt gondolom, hogy tudunk együtt csapatba dolgozni. Hát ez egy már egy újabb generációnak a
mutatója. Uh-huh. És hogyan tudja a generációkat beilleszteni? Tehát inkább tapasztalat és tudás alapján úgy gondolnám, hogy az idősebb kollégákra számíthat, de a fiatal, aki most végzett az egyetemen, tele van lendülettel, ő hogyan tud beilleszkedni akkor a parókia életébe? Aha. Hát, hogy mondjam, nagyon szépen szeretnék fogalmazni. Tehát azért azt látjuk, hogy a papnevelés és mindenféle nevelés és oktatás, és ez legyen egyetemi struktúra, bármi, már nem úgy az életre nevel, mint mondjuk ezelőtt 20 évvel, vagy 30 évvel ezelőtt, illetve maga a generációk is változnak és változtak. És amikor gondolom mi, és önök is hallották azt, hogy bezzeg a mi időnkben, és ez úgy az emberből úgy beleévódott. Na ez az a mondat, amit soha nem szabad elmondani, és még egyszer ismételni. Ellenben nagyon finoman és diszkréten úgy irányítani őket, hogy ezt az irányítást ne külső irányításnak vegyék, hanem ami a legfontosabb, a belső motivációjukat erősíteni. Tehát mi erre törekszünk, hogy egy nagy szabadságot adni, a szabadságnak bizonyos korlátokat, de a belső motivációt kell újra és újra föléleszteni. Nekünk ez az elvünk. Nyilván említett ezt a mondatot, amit nem mondunk ki újra, igen, hogy mi mondom, volt így. Akkor, amikor én fiatal voltam, de akkor hogy zajlik egy munkafolyamatot? Hátradől megnézi, hogy mennyit tud, mekkora lelkesedése igen. van, és aztán el kell dönteni a módszereket? Tehát, hogy gondolok én igen. arra, hogy most az YZ generáció uh-huh. már az okos eszközöket uh-huh. úgy használja, mint ha azzal születtek volna, tehát hogy akkor őket azon keresztül kell megfogni, az idősebbeket mondjuk másfajta módszerrel? Persze, ez egyértelmű. Ennyire egyértelmű. Kell kategorizálni? A szakkönyvek azt mondják, hogy nem szabad külön generációkat és családokat szétszakítani és úgy pasztorálni, tehát mindig közösségben kell gondolkodni. Ugyanakkor természetesen más és más nyelvet és technikát, pedagógiát kell alkalmazni ezeknél a rétegeknél. És ami nagyon fontos, hogy el kell ismerni azt, sőt el kell fogadni azt, hogy aki dolgozik, az hibázik. És a hiba az velejárója az emberi életnek, és valójában ezzel nincsen semmi gond és probléma, hogyha ezt a hibát tudjuk korrigálni. Akkor van baj, hogyha ezeket a hibás mechanizmusokat elfogadjuk, és kontroll és javítás nélkül tovább alkalmazzuk. Tehát ez egy művészet, hogy hogyan lehet azokat a rossz beidegződéseket, vagy akár saját kezdeményezéseket, amiket objektíven már úgy ítélünk meg, hogy nem biztos, hogy jók, azokat hogyan tudjuk javítani. Ez az egyik kihívás 2019-ben. Mi a másik, mik azok a másik nagyobb kihívások, amivel mondjuk most az egyház szembesül? Rengeteg. Tehát mi azt látjuk, hogy az emberekben talán most egy picit megint éledezik az a vágy, hogy szeretnék az Istent megismerni, hogy szeretnének imádkozni, és erre vezető utat, eszközöket kell igazából teremtenünk. Tehát itt azért nem csak az infrastruktúra fontos, és annak a fejlesztése, ez materiális dolog fontos, de talán szükséges is, de nem elégséges. Tehát mi azt gondoljuk, hogy még inkább a képzésre és a lelki nevelésre kell odafigyelnünk. És önt 2002-ben szentelték pappá, azóta eltelt néhány év. Van igen. valami különbség a hívek igényeit nézve, vagy problémáit tekintve, hogy változik a világ, változik biztos az ő felvetésük is. Lehet valami fajta ilyen szenvetést tenni ez alatt az idő alatt történtekről? Hát én úgy gondolom, hogy persze a hívek is változnak, és a pap is változik. Amit el kell fogadni, az talán az, ami nem olyan egyszerű, hogy magát a papot a hívek is nevelik. Tehát a pap mindig úgy kerül oda, pláne hogyha öntudatos, és kikerül a szemináriumból, hogy neki az a feladat, hogy a papokat nevelje, és pasztorálja, és mi egymás. Ez egy teljesen jó, ugyanakkor naív hozzáállás. Előbb-utóbb meg fogja azt tapasztalni, hogy a környezet, a hívek is ugyanolyan hatással vannak rá, mint ahogy ő azt nem is gondolta volna. Ha ebből az összefüggésből vizsgáljuk a rendszert, akkor azt mondjuk, igen, változtak a hívek, változtak a kihívások, hogy ez jobb vagy rosszabb, ezt nem tudjuk megítélni, az, hogy másabb, azt igen. Azt, hogy a tempora mutantur, tehát hogy az idők azok változnak, de hogy mi is változunk benne. Tehát én sem már az a pályakezdő pap vagyok, remélhetőleg. Mi az, amire önt megtanították a hívek akkor?
amire a hívek megtanított, rengeteg mindenre tanítottak meg, hogy az a belső érték, ami jelen van az emberben, az mindig fejleszthető. Tehát, sőt, fejleszteni is kell. Ugyanakkor egy még nagyobb igényességre tanítottak meg. Ez nem azt jelenti, hogy igénytelen lettem volna, abszolút nem. Hanem azt, hogy maga az élet annyira bonyolult, hogyha hozzá akarunk nyúlni, akkor ahhoz kell egyfajta, azt mondom, hogy alázat, kell egyfajta szakmaiság, és kell egyfajta jó szándék. Hogyha ez a három megvan, akkor olyan nagy bajt már nem tudunk csinálni. Akkor szerintem ez az a három jó tanács tulajdonság, amit mindenkinek a kis láthatatlan tarisznyájába bele kellene tenni, akár papi pályára megy, akár máshova. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, dicsőség Jézus. Dicsőség mindörökké, köszönöm szépen.